Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A tavalyi és tavaly előtti önmagához képest visszaeső Tolna volt a bajnoki címvédő Bonyhád vendége a labdarúgó megye bajnokság hétvégi fordulójában, és nem történt meglepetés. A Bonyhádnak elég volt ezúttal két helyzetet kihasználnia a győzelemhez, a folytatásban pedig kontrollálni a játékot. A Tolna játékából hiányzik az az ütőerő, ami a csapatra a buzás korszakban jellemző volt. Egy tetszetősnek mondható összjáték után a 9. percben előbb Papp Roland nagyszerűen megtartotta a labdát a középpályán, majd Sásdi Bencéhez továbbított, a középpályás kiblusztolta a már veszni látszó labdát, és azonnal a védőkről lemozgó leszakadó Csigi Ádámot hozta a helyzetben. A Bonyhád utóbbi időben leggólerősebb játékosa a kifutó kapus mellett a bal alsó sarokba gurított. 1-0. 4 percet kellett várni az újabb bonyhádi gólra, ami szabadrugásból született. Máté Róbert erős, de középre tartó lövését Bildhéber kapus maga elé ejtette, pehére éppen a labdára lecsapó Csigi elé, a csatár már is duplázott 2-0. A tolnai ellentámadások többsége szinte elhalt a bonyhádi 16-os előtt. A 17. percben kidolgozott helyzet nélkül is majdnem gólt szereztek a kékek, ám Horváth Máté szemfüles, jól helyezett, a kapus Szabó Szilárd által nem követett, nem látott lövését a jobb kapufa mentette. Jellemzően szabadrugások szögletek után tudott veszélyeztetni a Tolna, az első félidő utolsó percében Szabó Szilárd öklözése után alakult ki a tumultózusban gólhelyzet, de mentettek a tömörülő bonyhádi védők. A 65. percben kis szerencsével egy szöglet után a 3. gólt is megszerezhette volna a Bonyhád, ám Wirth beívelése után a kapufa érintésével hagyta el a labda a játékteret. 1 perccel később Pesti Viktor előrelőtt átadására a tolnaiak ezen a meccsen egyik legjobbja Horváth Máté erősen lesgyanús helyzetből lecsapott a labdára, és rávezette azt a kapusra, 100%-os helyzetből betalált, 2-1, és ezzel éledezni kezdtek a tolnai pontszerzési remények. A hátralévő 20 percben a tolnai cserék jóvoltából Molnár és Szili bejövetelével kiegyenlítettebb lett a játék. Már csak azért is, mert a Bonyhád is inkább a védekezésre koncentrált, mint a támadásokra, a győzelem bebiztosítására. Összességében így is a kontráikból több és nagyobb gólszerzési lehetőségük volt, így egy gólos győzelmük mindenképpen megérdemelt, a bátorszékiek dombovári bukása után immáron újra tabella éllovas bonyhádiaknak. A völgységiek támadó erejét növeli, hogy Papp Roland a megyei első osztály egyik legjobb, egyik legtapasztaltabb csatára remek formában futballozik hetek óta. Nem feltétlenül gólokat lő most, hanem előkészít, kiszolgálja a társakat, különösen a nyáron érkező gólerős fiatal szekszárdi csatárt, Csigi Ádámot. De jó vele játszó, jó megtölti a labdákat, jó fejezi be a támadásokat, gólérzékeny nagyon. Én kicsit hátrébb játszom, de abszolút meg vagyok elégedve a kettőnk közötti kapcsolattól. A Bonyhád VLC csapatkapitánya szerint a bajnoki cím megvédése nehezebb lesz, mint annak tavalyi megszerzése volt, a több aspiráns, a több jó középcsapat miatt. Nagyon kiegyenlített lesz a vége, hát csináljuk a dolgunkat. Benne van egy pontvesztés, egy idézőjelbe gyengébb csapat ellen, tehát bármi lehet, bárki meg tud fogni bárkit, ahogy az eddigi eredmények is mutatják. Annak ellenére, hogy a tavalyi ezüstérmes Tolna gödörben van szakmai és morális problémákkal küzd, Papp Roland nem írná le még őket. Azért ez a Tolna jobb csapat, mint ami a helyezése mutatja. Egyértelmű. És én úgy gondolom, hogy ők magukra fognak találni, sokkal több van ebben a csapatban, tehát nagyon megnehezítették a dolgunkat. A végén már benn voltunk a kapuba az utolsó 5 percben, tehát ők el fognak innen a tabella második feléből mozdulni fölfelé, ez biztos. A bajnokság egyharmadán túl elmondható, hogy a Bonyhád, Bátaszék, Dombovád trió anyagerősségével, stabilabb csapatjátékával lépéselőnyben van a lehetséges üldöző trióval, a Tamásival, a Majossal és a már leszakadó Tolnával szemben.
A második hazai meccsét a Peac ellen úgy nyerte meg az atomerőmű KSC Szekszárd, hogy új amerikai légiósára, marsalra nem számíthatott a szakvezetés. A másik nyári külföldi igazolás Mária Ruzicskova korszerű centerjátékot mutatott be, és a vezetőedző, ahogy ezt a bajnokság előtt ígérte, újra több percet is adott a feltörekvő, saját nevelésű tehetségnek, Miklós Melindának, aki csak úgy, mint az előző mérkőzésen, már a közeljövőre nézve bíztató erényeket csillogtatott. Az Zalaegerszeg legyőzése után a második hazai meccset is magabiztosan hozta a Peac ellen az atomerőmű KSC Szekszárd az idei bajnokságban. A több mint 20 pontos győzelemben fontos szerepet játszott az egyik új nyári igazolás, a szlovák Mária Ruzicskova, aki nem csak ponterősnek, hanem rendkívül mozgékonynak is bizonyult. Egyébként a ponterős kisemberek mellett a center trió minden egyes tagja egymással is összedolgozó játékokkal kivette a részét a sikerből. Ezt a sok elmozgásos, helyzetváltoztató játékot várja tőlem az edzőm, ezt gyakoroljuk az edzéseken is. Örülök, hogy ebből már a meccseken is hatékonyak tudunk lenni, egyre jobban ráhangolódunk erre, akár az irányítókkal, akár a magas játékosokkal való összhangról, taktikai figurákról van szó. Nekem fekszik ez a stílus, remélem az eredményességben is megmutatkozik majd, mondta Ruzicskova, akitől megkérdeztük, a Peacnál erősebb csapatok ellen is képes lesz-e jó teljesítményre, például az Európa kupában. Nem lesz ezzel gond, mert a magyar bajnokság keményebb, agresszívebb, mint más nemzeti bajnokságok. Nem tartok attól, hogy úgy általában az egyéni és csapatvédekezésünk, amit már tudunk, ne lenne elég ahhoz, hogy sikeresen szerepeljünk. Válaszolta okkal mosolyogva a fiatal szlovák center magas bedobó. A szekszárdi csapat, ahogy azt vezetőedzője korábban ígérte, újabb saját nevelésű tehetségeket dob az NB1 mélyvizébe már az idén. Vincent Nicolet után a 16. születésnapja előestéjén újra lehetőséget kapott a bemutatkozásra egy éles mérkőzésen. Miklós Melinda, aki passzaival, megoldásaival tovább táplálta a vele kapcsolatos magas várakozást. Először taktikai feladatairól kérdeztük. Meg voltak adva, hogy kit foghat, kit védhet, és az szerintem elvégeztem, de lehetett volna jobb, mint mindig, de szerintem a csapat szinten voltak beosztva, hogy mit, hogyan kéne védekezni és támadni ellene. Szerintem jól megoldottuk az egészet, amit kért. Szerintem, ami a hibám és amiben fejlődnem kell, hogy jobban behajlítom a lábamat, és hogy több izmot kéne felszednem. Az sem elképzelhetetlen, hogy a labdabiztos technikás Miklós Melinda akár rangadókon is pályára lépjen pár percet. Vince Niki és különösen Miklós Melinda, nem tudom, nincs sok csapat Magyarországon, hol 15 éves. Azt jelenti, Miklós Melinda még mindig 15 éves, vele száll a játékban és olyan szépen játszott. Ezzel is, hogy évek eleget vagyok és örülök, hogy ebben a irányban megy az egész. Vagyis a legjobb négy közé jutás mellett újabb saját nevelésű tehetségek beépítése is feladat az idén a KSC Szekszárdnál. A két dolgot együtt képzelik el. A honvédelmi irányultságú mozgásokat gyűjtőnéven haditornának szokás nevezni. A játékos, összetett, komplex képességeket igénylő feladatok népszerűek a középiskolások körében országszerte, fiúk, lányok között egyaránt. A megyei versenysorozat döntőjébe annak kellős közepébe pillantottunk be, amikor elméleti és különböző gyakorlati feladatokat végeztek a Tolna megyei diákok a Szekszárdi Sportközpontban. Menetfelszerelésben géppuskával gátazni, aztán futás közben dombra egy méretes gumit felhúzni, majd közöttük dzsogolni, és mindezt időre. Aztán, ha nem is géppisztollyal, hanem csak légpuskával, 8-asokat, 9-eseket, hova tovább 10-eseket lőni. A legvégén egy 4x400-as váltó honvédelmesítve. Mindez nem csak a fiúkat, hanem a lányokat is érdekli, akik külön csoportokban természetesen egymás ellen versenyeztek az országos haditornán, amelynek megyei döntőjét a Szekszárdi Sportközpont rekordtámpályáján, illetve annak közvetlen közelében tartották a Tolna megyei Katonai Érdekvédelmi és Igazgatási Iroda és a Magyar Tartalékosok Szövetsége rendezésében. Már másodjára vagyok itt, és minden évben nagyon jó, azért szerettem volna most is jönni. Minden évben más feladatok vannak, most is változóak igazából a programok itt. El kellett játszani egy szituációt, mi balesetet kaptunk, ahol altériás vérzés kellett ellátni.
beszélni kell közben ugye a sérülttel, folyamatosan nehogy eszméletét vesz-e, és közben ugye folyamatosan kell beszélgetni a mentősökkel. A honvédelmi, illetve rendvédelmi iskolák osztályai dominálnak ezeken a versenyeken. Így is van ez rendjén, és itt Tolnában a haditorna megyei verseny első számú esélyeseiük. De a többi csapat is okkal reménykedett egy jó helyezésben, eme különleges versengésben. Például az apácai gimnazisták Dombóváról, akik most is dobogóra vágytak a megyei haditornán. Szórakozunk, vagyis hát jól érezzük magunkat, én úgy mondom, de az apácait képviseljük, úgyhogy mindig már tavaly is voltunk. Jó eredménnyel zártuk tavaly is. A futásra, amire legfőképpen oda fogunk figyelni, és a lövészetre, amire még külön gyakoroltunk is otthon még. Lementünk lőtérre, segített egy szakember is, vagyis hát egy tapasztalta, úgyhogy mindent megteszünk, amit csak lehet. Mindenféleképpen célja a rendezvénynek, hogy a tanulókat, illetve a diákokat, a katonai pálya iránt érdeklődőket ebbe az irányba picit felhívjuk a figyelmüket, hogy ebbe az irányba is el tudjanak menni. Jó hangulatú verseny volt, a tavalyi verseny is, és az előtti versenyek is. Az idő jó, én azt gondolom, hogy eredményes végrehajtás után egy jó hangulatú versennyel. Egyénileg kell a feladatokat végrehajtani, de csapatértékelés történik a végén. Miután kiderült, hogy az összetett pontversenyt a Csapó Dániel szakgimnázium Csapó 2 nevet viselő együttese nyerte az idei megyei haditorna döntőjét, és így ők képviselik Tolna megyét a jövő tavaszi országos döntőben. A második hely is a csapósoké lett, intim névre hallgató csapatuk révén. És teljesült a dombóvári szakgimnázium diákjainak is dobogós vágya, ők lettek ugyanis a harmadikak. 6. alkalommal emlékeztek Merz Róbertre Pécs-Vasason, a korábbi edző, testnevelő tanár és sportvezető tiszteletére gyalogló versenyt rendeztek, amire olimpikonok is érkeztek. Az utcai megmérettetésen a profik 5 és 10 kilométer közül választhattak, míg az amatőrök 2 kilométert gyalogoltak. Récsei Rita pécsi nevelésű gyalogló a 2013-as ifjúsági világbajnokságon 5 kilométeren 27. a 2014-es junior atlétikai világbajnokságon 29. lett. 2015-ben a junior EB-n 10 kilométeres gyaloglásban 19. volt, 2016 áprilisában pedig az országos bajnokságon teljesítette az olimpiai szintet, ahol 59. lett. A 2017-es atlétikai világbajnokságon 20 kilométeren 51. volt. Az Univerziádén 4. helyezést ért el 20 kilométeren. Ő is részt vett a 6. Merz Róbert emlékversenyen. Hát azért különleges, mert hazai pályán versenyezhetek, és főleg most, hogy már Budapesten lakom, ritkán tudok hazajönni, és ilyenkor nagyon jó érzés újra itthon lenni. 10 kilométeren versenyzek ma, hát szeretnék egy jó tempóba kezdeni és azt tartani, főként ugye az időre figyelek, és akkor talán tudok egy jó időt menni. Most az idei évem annyira nem sikerült túl jól, de még megyek a hónap végén, október 26-án egy 20 kilométeres versenyt, ahol szeretnék egy jó időt menni, ami majd az olimpiai pontrendszerbe jó lehet. Sörp Miklós is Pécsről indult, 2012-ben a junior világkupán 29. lett. Venyercsán Bencével csapatban 12-ek lettek, 2015-ben 50 kilométeren pedig magyar bajnok volt. Ezen a versenyen megdöntötte Cukor Zoltán 1984-ben felállított U23-as magyar csúcsát. A 2015-ös U23-as Európa bajnokságon kizárták a versenyből, de Récsei Ritához hasonlóan a 2016-os országos bajnokságon olimpiai szintet teljesített, 50 kilométeren. Egy sérülés miatt most csak a verseny szervezésében és lebonyolításában segített. Ugye össze nem nagyon szoktak már gyalogló versenyek lenni, igazából ez egy jó idényzáró lehetőség, illetve egy plusz verseny lehetőség nem csak a hazai, hanem a nemzetközi versenyzőknek is. Október végén már nincs annyira meleg idő, jó idő, eredményeket lehet elérni, és ezért hoztuk létre ezt a versenyt. Betonon szoktak lenni a főversenyek is, annyi, hogy ott teljesen nem van zárva. Itt erre sajnos nincs lehetőségünk, de így is egy nagyon jó verseny szokott kerekedni ebből. Jó indult az évem, sajnos egy sérülés azonban kicsit megtörte ezt az évet, meg is műtöttek, de jól sikerült ez szerencsére a műtét, és dolgozunk azon, hogy jövőre sikerüljön kvalifikálni Tokióra.
A Merz Robert emlékversenyt Miklós édesapja, a korábbi négyszeres országos bajnok, válogatott gyalogló Sürp Gyula találta ki, és azóta is lelkesen szervezi a megmérettetést. Robi bácsi ebbe az iskolába kezdett el itt Vasason tanítani, és nagyon sok sportágban edzősködött, sportvezetősködött, felesége nekem osztályfőnökön volt, itt szeretik még mindig Vasason, és ugye manapság sok helyen divatos faluba futóversenyt rendezni. Hát mi gyaloglóversenyt rendezünk, annál is inkább, mert itt a faluban van két olyan fiatalember, aki megjárt a Riói olimpiát. Az egyik az én fiam, Miklós, másik pedig a Récsei Rita, aki szintén a Riói olimpián volt. A 6. Merz Robert emlékversenyen először az 5 és 10 kilométeres táv mezőnye rajtolt el, majd miután ők célba értek, az amatőrök is megmutatták tudásukat 2 kilométeren. Zajlanak a kispályás labdarúgó diákolimpiai bajnokság őszi selejtezői. A 4 fiú és 1 lány korosztály két pályán játsza mérkőzéseit. A pécsváradiak is ebbe a csoportba tartoznak, de ők külön rendezik a selejtezőket. Tovább jutni majd az őszi fordulókról lehet. A lányküzdelmeket kivéve a Pécsi Tudományegyetem általános iskolái minden korcsoportban indítottak közös csapatokat idén is a kispályás labdarúgó diákolimpián. Én igazából focizok a PVSK Egyesületében, meg hát itt most képviselem az iskolát is, és leginkább nekem ez azért fontos, ez a foci diákolimpia, hát ugye hát azért megmutassuk, hogy a deák is azért tud focizni. Megpróbálunk mindenképpen országosba eljutni, de mindig attól függ, hogy milyen erősek lesznek a csapatok. Ősszel a korosztályok egy fordulót játszanak, majd tavasszal folytatódik a versengés. Az októberi összecsapások mindig jó erőfelmérőt jelentenek a testnevelő tanárok számára. Iskolában nálunk a sport nagyon hangsúlyos szerepet játszik, úgyhogy mindenképpen fontos, de én úgy érzem, hogy nem elsőlegesen az eredmény a legfontosabb, hanem az, hogy a gyerekek élvezzék a jó időt, a sportot, a mozgást, a focit, és közösen játszanak egy jót. Többen játszanak egy csoportban, mert mindenki labdarúgó szinte. Testnevés órai keretek között tudtunk közösen készülni. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek felkészültek erre a feladatra. A srácok itt már mondták, hogy jó pár játékost ismernek az ellenfélből. Szerencsére erős csapatok vannak, úgyhogy játszunk egy jót, és arra készülünk, hogy minél jobban sikerüljön nekünk ez a torna. A Pécsi Református Kollégium általános iskolája újnak számít a kispályás labdarúgó diákolimpia mezőnyében. A csapat idén nagyobb célokat tűzött maga elé, mint a tavalyi tanévben. Nagyon szeretjük a focit, ezért minden foci, akár bozsik, akár diákolimpi, minden fórumra elindulunk. Most kicsit nagy várakozásra jöttünk, mert 6. évfolyam a legidősebb, úgyhogy megpróbálunk kicsit jobb helyezést elérni, mint tavaly. Hát nem összeszokott, mert 3 leigazoltunk, van a másik 3 testnevelés forrai fociból fog jönni, úgyhogy azt nem mondhatom, de ismerik egymást. Úgyhogy remélem majd a pályán összeszoknak. Egy 4-fős csoportba kerültünk sajnos, vagy hát több lehetőségünk van, csak nehezebb tovább jutni, és onnan az első jut majd tovább. Most az idén megpróbáljuk célnak tekinteni, tavaly még csak először jöttünk, úgyhogy akkor tapogatoztunk, most megpróbáljuk. A kispályás labdarúgó diákolimpiai bajnokságot az első korcsoporttól a 4. az általános iskolás csapatoknak rendezik. A 3.-4. korcsoportos lányok külön versenyeznek. Összevont felső tagozat van csak a lányoknál, viszont a kisebb lányok játszhatnak a fiúkkal együtt az első-második korcsoportban, nagyon ügyesek. És itt még nem is tűnik különösebben ki, hogy lányok játszanak, mert nagyon tényleg pazarul tudnak alakítani néha. Hát a városinak a rendszere több csoportban, korosztályonként a nevezésektől függően alakítottuk ki a csoportokat. Ugye küzdenek, és a legjobbak azok a tavaszi forduló, városi forduló után a városi döntőbe kerülnek, és ott harcolják majd ki a továbbjutást a megyére. Ez még hozzátartozik, hogy van egy csoportunk, egy pécsváradi, ahol a Pécsvárad és környéki iskolák játszanak, ott is 4 vannak, 4 iskola nevezett korcsoportonként, és onnan is bejön az első helyezett. 2 éve a pécsváradiak nyerték a diákolimpiát a 4. korcsoportban, de
rendszeresen előfordul, hogy hát ugye csapataink azok mindenképpen ott vannak, mert minden megy első helyezettje ott van. Vannak korosztályok, ahol a mezőny hátsó felébe szerepelnek, de mindig van egy-két kiugró korosztályunk, aki a diákolimpiai bajnoki címet is szerez, vagy a dobogón végez. Az őszi fordulókról tehát még nem lehet továbbjutni, most csak selejtezőket rendeznek, de tavasszal már akár az országos döntőn is szerepelhetnek a csapatok. Wing Chun Kung Fu szemináriumot tartottak Pécsett. A harcművészeti ág eredete a Shaolin kolostorig nyúlik vissza. A középkori Kínában az akkori idők legjobb Shaolin harcosnője fejlesztette ki nők számára. Koncepciója és technikája gyökeresen különbözik a hagyományos harcművészetek felfogásától. A stílust Bruce Lee tette világhírűvé. A középkori Kínából az akkori idők legjobb Shaolin harcosnőjétől eredő különleges harcművészetet, a Wing Chun Kung Fut több mint ezren űzik hazánkban. Manapság egész kiskorban kezdik az edzéseket. Én már majdnem 5 éve kungfuzok, és ezért választottam, hogy meg tudjam védeni magam, hogy például most már sokat járok busszal meg ilyenek, és akkor ha az utcán megyek, akkor tudjak védekezni minden. Azt tetszik, hogy minden nagyon logikus benne, minden mozdulatnak megvan, hogy hova kell érkezni, és hogy és milyen erővel. A Wing Chun jelentése gyönyörű tavasz. Így hívták azt a kínai lányt, akiről a stílus kapta a nevét. A Wing Chun Kung Fu oktatása a kínai hagyomány szerint csak családon belül történhetett. Én 4 éve Wing Chun Kung Fuzok, és ezért választottam ezt, mert ez számomra egy olyan sport, egy önvédelmi sport, ami nagyon megfogott. És a gyakorlatok is számomra nagyon érdekesek, és ez a szeminárium is számomra egy olyan dolog, amit évente többször űzök és csinálok. Hogy egyszer ott ülhessek a székeken, és egyszer mesternő legyek, és az is nem az, hogy feltétlenül mester, nem az, hogy elérjek egy olyan szintet, ami számomra jó, és aminek én örülök. A pécsi harcosok minden alkalommal megemlékeznek a csaknem 10 éve elhunyt pécsi mesterről, Szabó Ferencről. Szabó Ferenc 30 évvel ezelőtt egy sportáskával érkezett Pécsre, és elkezdte oktatni a Wing Chun Kung Fut, azt a harcművészeti ágat, amit Mádai Norbert, Kelet-Európa főinstruktora terjesztett el hazánkban. Ugye ezt egy nő alapította, tehát a női rafinéria, a női gondolkodás, az erő, a bejövő erőnek a felhasználása, kölcsönvétele és visszafordítása az ellenfélre, a gyenge pontok támadása, a bonyolult helyzetek egyszerű módon való megoldása, a tulajdonképpen az ellenfélhez való alkalmazkodás és a vesztes helyzetek győztes helyzeté való átfordítása, ez nagyon karakterisztikusan jellemző erre a harcművészetre. Azt gondolom, hogy egy bizonyos évszám elteltével, tehát 5-6-8-10 év elteltével a Wing Chun az beépül az ember életébe, és nem csak az edzőteremben, hanem a napi élet probléma megoldásaiban, az egyszerűségre, a gyorsaságra, a könnyedségre törekszik, akár konfliktus helyzetben, vagy bármi olyan szituációban, ahol meg kell oldani helyzeteket, legyen ez akár a vezetés, ami napi rutin a legtöbb embernek. Tehát azt gondolom, hogy a harci művészet az egy életen át keresztül el tudja kísérni az ember, nem úgy, mint a versenysport, ahol a bizonyos kor fölött egyszerűen képtelenség tovább nőni a teljesítményt. Itt van egy bizonyos kor után egyfajta megértés, egyfajta bölcsesség, egyfajta életszemlélet. Ugye ez Kínából ered ez a harcművészet, és ott azért ez több ezer év alatt ezt kifinomították. Területről jöttek össze a megyéből és a megye környékéről azok a tanítványok, mesterek és oktatók, akik a egyesületben dolgoznak. Igyekeztem a harci technikákra helyezni a súlyt, ahol az önvédelmi rész kidomborodik. Térdrugások, könnyökütések, különböző variációi és kombinációi vannak, úgyhogy ezeknek az elsajátítására helyeztük most a hangsúlyt. A Wing Chun Kung Fut Yip Man nagymester elkezdte nyilvánosan is tanítani. Az ő tanítványa volt Bruce Lee, aki világhírűvé tette ezt a stílust. Az öreg mester legutolsó és legképzettebb tanítványát, dr. Leung Tinget nevezte ki örökösének, aki a mai napig az eredeti kínai Wing Chun Kung Fu nagymestere, és aki Sifu Mádai Norbertet fiává fogadta. Az új kelet-európai Wing Chun Egyesület felépített egy erős iskolát Magyarországon, visszavitte az igazi Wing Chun-t Lengyelországba, Litvániába, Lettországba és Észtországba, megőrizve a régi hagyományokat, ötvözve a Leung Ting nagymester által tanított új technikákkal és szemlélettel. Ez volt erre a hétre a pálya. Jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!